A sziget közképekben. Így jellemezhetnénk Varga György festőművész pénteken nyíló kiállítását. A képek között akvarelleket, rajzokat és olajfestményeket is találhatunk. Több technika, de egyben mind megegyezik. Árad róluk a természet szeretete. Itt van az a diófopász rajz. Nézd, kiültem, és akkor meg szépen megrajzolom, meglavírozom. Ez az ember nem fényképész. Én szépen meg szeretem csinálni. Abból képet szeretnék csinálni. A festőművész, akit a Szigetköz festőjének is neveznek, 16 éve nem jelentkezett önálló tárlattal Mosonmagyaróváron. Mivel hogy azért az ember, hogy kezd idősödni, okosodni, nem dolgozok olyan túl sokat, kevesebb, azt több mindig azt szoktam mondani, és jó anyagot szeretek összegyűjteni. Székely Zoltán múzeumigazgató elmondta. A művészek életében mindig fontos szerepet játszott a visszatekintés, az életművük összegzése. Varga György rálépve a 66-os útra egy ilyen kiállítást fog most az érdeklődők elé tárni, amely felvillantja az elmúlt évtizedek minden kísérletét, minden próbálkozását. A kiállítást augusztus 16-án pénteken 5 órától láthatják a Flesh Károly Kulturális Központban. Na, ennek így kell lenni.